Nem ide való, a jövőből jött, legyetek vele elnézőek. Olyan, mint egy magas konok kisgyerek, ki nem látja a szeretetet. Segítségbe. Olyan kicsi, mint amilyen én vagyok ez a leány. Ki a kicsi? Csak nem én. Na, ide figyeljek! Mert lehúl a kezed? És gyere velünk csodát látni. Megnézni a gyereket. Milyen gyereket? Jó, végül is rájön. Megjöttek a pásztorok, tiszta szemű hogyra Jovics. Gyertek, gyertek közelebb, nézzétek a gyermeket. Hol vagy? Mi ez a hely? Olyan ismerős, mintha régen láttam volna. A templomban, karácsonykor. És ez a hölgy? Olyan ismerős, hisz velük találkoztam az este. Ez az, gondolkozz hát. Eszembe fog jutni, és akkor újra fogsz látni. Szólítottad, miért rárosoljok. Látom, hogy még jönnek díszes suhába öltözött emberek. Fényes kísérettel, hatalmas terékre. A jelentelésekből tudtunk rajta a mennyek ura, hogy megszületett a világ megváltója. Aranyat hoztam az ég és föld urának. Kedves anya, te voltál méltó arra, hogy édesanyja régészítik, akit az emberiségére köszönti. Személyét hoztam, életet egyik kedvessé a tunadat. Kis király, erősebb, hatalmasabb leszel minden embernél. Mintha helyen én hát adok neked. Erre is szükséged lesz. Köszönjük a kisded nevében. Hiszen ők a bölcsek, a napkeleti bölcsek, tanultunk róluk bibliai alapismereteket irodalom órán. Ez lehetetlen, itt vagyunk Betlehemben, Úristen! Igen? Vagyis Szűz Mária. Mond. Vagyis Jézus az. Azt nem hiszem el. Hiszen, látom, leborulok jászolódnál, ó, én vak, süket, tékozló gyermeket, bocsáss meg nekem. Tessék, öleld magadhoz. Nézd, rád mosolyog. Szia, kicsi Jézus! Visszaviszlek a te világodba, de ezt és őt soha ne feledd. Mindig őrizd és legyen veled. Mindent értek, köszönöm.